A június 9-i európai parlamenti választások hosszú távon meg fogják határozni Európa, hazánk és azon belül is a magyar fiatalság jövőjét. A világ és Európa vezetői egy nagyon sötét jövőképet vázolnak fel, amiben egyikünk sem szeretne felnőni, családot alapítani és élni. Az uniós bürokraták háborús lázban égnek, a Fidesz pedig álságos módon teljesen más képvisel Brüsszelben, mint amit utána itthon kommunikálnak. Gond nélkül hozzájárultak Ukrajna finanszírozásához és Európai Uniós csatlakozásához, ami csak tovább mélyíteni ezt a konfliktust. Orbán Viktor a döntő pillanatban csak egy kávét kért. A mi hazánk valóban a béke oldalán áll. Nekünk semmi közünk ehhez a háborúhoz. A magyar fiatalok úgy szeretnének felnőni, hogy az ő életüket ne kockáztassa egy esetleges besorozás, vagy egy háborús részvétel egy másik ország érdekében. Ez az egyik legfontosabb tétje az európai parlamenti választásoknak. A mi hazánk az egyedüli józan hang, amely nem a globalisták érdekei alapján politizál, beszél és cselekszik. Európa vezetői illegális bevándorlókkal, a Fidesz pedig ázsiai vendégmunkásokkal árasztotta el a kontinensünket és hazánkat. Számos olyan esetről hallottunk az elmúlt időszakban, amikor fiatalokat azért nem vettek föl egy munkahelyre, mert helyettük egy jóval olcsóbban foglalkoztatható filippínó vendégmunkással töltötték be azt a munkahelyet. A magyar fiatalok itthon szeretnének dolgozni, mégpedig tisztességes fizetés és munkakörülmények mellett. Több mint 30 ezeren vándoroltak ki az elmúlt évben Magyarországról, és a Fidesz kormány eddigi 14 éve alatt ez a szám már közel 325 ezer fő. Ezek a fiatalok, munkavállalók mind hiányoznak ma a magyar munkaerőpiacról. A mi hazánk nem a vendégmunkásokkal, hanem a kivándorolt magyarok visszacsábításával képzeli el Magyarország jövőjét. Bár a mostani uniós választások nem a belpolitikáról, hanem európai ügyekről szólnak, az oktatás, ezen belül is az ösztöndíjak területén is hatalmas tétje van a június 9-i választásoknak. Teljesen abszurd módon a magyar diákok ma nem részesülhetnek Erasmus ösztöndíjakban, míg a Magyarországon tanuló külföldi hallgatóknak a kormány több millió forintot biztosít a Stipendium Hungaricum program keretében. A mi hazánk szerint ezt az igazságtalan helyzetet rendezni kell az Európai Parlamentben. Ki kell harcolni akár a Fidesszel, akár az Európai Parlament globalista vezetésével szemben, hogy a magyar hallgatók tudjanak külföldi tapasztalatszerzés végett Erasmus ösztöndíjban részesülni. A tét tehát óriási. A mi hazánk a fiatalok kiszámítható jövőképére építené Magyarországot békével, tisztességes fizetéssel és elérhető ösztöndíjprogramokkal. Legyünk ott minél többen június 9-én, mert a jövő mi vagyunk.